A 2022-es év különösen fontos szerepet tölt be Himesháza életében, hiszen idén ünneplik az első német telepesek érkezésének 300 éves jubileumát. Augusztus 14-én emlékeztek meg azokról, akik a német nyelvet és kultúrát, hitüket és hagyományaikat hagyták örökségül. Tiszteletükre emlékmű készült, melynek ünnepélyes avatása és megáldása a kétnyelvű szent mise után volt a templom előtt. Hargitai János miniszteri biztos, a terület országgyűlési képviselője köszöntőjében a betelepítés történelmi és gazdasági hátteréről beszélt, kiemelve a németek szorgalmát, tudását és tenni akarását. Hoztak egy sajátos munkakultúrát, talán ez az, ami ma is működik, ami a legfontosabb. Hoztak magukkal tudást, agrártudást, és mivel nem csak agrárnépesség jött, iparos tudást is. És hoztak magukkal jelentős mennyiségű pénzt. Pénz nélkül nem lehetett volna újraindítani az életet. Ezt a pénzt azért mondom, mert ugye 45-ben egy Kovács Imre nevű akkor lelkes politikus, amikor a svábokat kidobták az országba, azt mondta, hogy egy batyúval jöttek, egy batyúval mentek el. Ez bődületes butaság, ők nem egy batyúval jöttek ide, hanem jelentős vagyont ahhoz, hogy itt egy életet tudjanak teremteni maguknak. Ugye a török által kiűzött országrészre telepíti be az uralkodó és a nemesség közös akaratából a németeket, nem csak németeket, de a legnagyobb számban a németeket. És egy évszázad alatt így gyakorlatilag egy akkori körülmények között új és modern országot teremtenek. Ez az ország a későbbi polgári Magyarország indulását jelenti. Tehát én azt gondolom, hogy ennek felbecsülhetetlen értéke van, hogy ezekre az időkre emlékezzünk, és végre úgy, ahogy reálisan a valós történelmi tények alapján erre az esemény sorra, vagy erre az indulásra emlékezni kell. A betelepítési emlékmű alakzatai között megtaláljuk az ulmi deregét, ami a dunamenti svábok bevándorlásának szimbóluma, de helyet kapott az evező is, a Duna hullámai és négy alak, két felnőtt és két gyermek. Az emlékmű Tóth Dávid szobrászművész alkotása. Tulajdonképpen ez egy közös koncepció, mert amikor Anikó engem megkeresett, hogy ők szeretnének egy emlékművet, még pedig azért talált meg, mert Kismarosra én készítettem már egy hasonlót, de nem az Ummerschachtellel, hanem egy hordon ülő kislányt készítettem, mert a Kismaros, ahol én lakom, azon a vidéken szőlőtermesztéssel foglalkoztak a németek, amikor betelepültek. Ezt tetszett Anikóéknak, és megkerestek, hogy készítsek ide is egyet. Viszont az én elképzelésemben a hajó motívum, tehát a szobrászi gondolkodásomban erősen benne van. Csináltam egy pár Noé bárkáját, stb. Ezért, mint forma, egy szobrász az nagyon megragad. És egy különlegesen szép formája van az Ummerschachtellnek, pláne ezekkel az evezőkkel. Tehát olyan majdnem szimmetrikus kompozíciót lehet létrehozni, ami egy nagyon szép jel lé tud válni. És ezen a gondolaton indultunk el, hogy jelenítsük meg az Ummerschachtellt. De ugye, akik ide érkeztek, azokról is legyen valami, így kerültek a figurákon föl a tetejére, és később született meg az a játszó gyerekek, hogy ha már betelepültünk, akkor itt vagyunk, és megtelepültünk, és jól érezzük magunkat. Most ez rakta össze ezt a koncepciót, vagy a gondolkodást. Utána jöttek az apróbb részletek, hogy a Duna hullámai látszódnak az oszlopfőben, alul a Ne felejts motívuma, ami ugye a hímzéseken, a német hímzéseken van, maga a hajónak a formája, az aránya. Tehát ezek utána már egy későbbi szobrászi apróbb részletezésnek a dolgai. És aztán így alakult ki. Én először rajzos vázlatokat készítek, utána a makettet, kis makettet csinálok, és aztán csinálom meg a nagy szobrot, tehát akkor ez így készül. Ugye én Tóth vagyok, de nem vagyok annyira Tóth, hogy Tóth kötődésem legyen, de nincsen, viszont nagyon sok sváb ismerősöm van. Elhangzott a Gil Viktor, aki kőfaragó, és ő segítkezett ennek a szobornak a faragásában. Mindig csodálattal állok minden sváb település és sváb hozzáállás előtt vagy elé, mert precízek, becsületesek, írtó munkabírással rendelkeznek, és borzasztó rendszeretőek.
és ezt én mind irigylem. A betelepítési emlékmű a mai kor embere számára annak a reményét fejezi ki, hogy a magyarországi németek nyelve, kultúrája, identitása még sokáig fennmaradhat.